Idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját a Tolna megyei szakképzési centrum Bezerédi István Technikum. A Szekszárd belvárosában található intézmény már a kezdetek óta gazdasági oktatást folytat. Balogh Attila igazgató elmondása szerint az iskola képzési kínálata mindig a munkaerőpiac igényeinek megfelelően változik. A 8. osztályt sikeresen befejezőknek az 5 éves technikumi, illetve a 3 éves szakképzőiskolai képzéseket kínáljuk a 2022-2023-as tanévre. Az 5 éves technikumi képzés keretében gazdálkodás és menedzsment, kereskedelem, valamint közlekedés és szállítmányozás ágazatokra várjuk a pályaválasztás előtt álló fiatalokat. A gazdálkodás és menedzsment ágazaton belül pénzügyi számviteli ügyintéző vagy vállalkozási ügyviteli ügyintéző, a kereskedelem ágazaton belül idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus, valamint kereskedő és webáruházi technikus, míg a közlekedés és szállítmányozás ágazaton belül logisztikai technikus, illetve közlekedés üzemvitel ellátó technikus ágazatokban szerezhetnek szakmát a diákjaink. A technikumi képzésben résztvevők az ágazati ismereteket adó 9.-10. évfolyamok elvégzése után választhatnak szakmát. Az első két év a közismereti oktatás mellett az egyes ágazatainkban az alapozást jelenti, a 11., 12., 13. évfolyamokban viszont a szakirányú oktatásban már a szakmai elméleti, illetve a gyakorlati a főszerep. A technikumba járók megosztva teszik le az érettségit. A 12. évfolyam végén történelemből, matematikából, valamint magyar nyelv és irodalomból vizsgáznak a diákok, míg a 13. évfolyam végén idegen nyelvből. 5. érettségi tárgyat nem kell választani a technikumi tanulóknak, hiszen a 13. év végén letett szakmai vizsga érettségi vizsgatárgynak minősül, sőt, nagyon lényeges, hogy emelt szintű érettségi vizsgát jelent. Ez azért fontos kihangsúlyozni, mert a képzésben a technikumi tanulók ezáltal jelentős előnyt élvezhetnek a felsőoktatási felvételinél, illetve a szakirányú továbbtanulás esetében. A 3 éves szakképző iskolai oktatás szintén a kereskedelem ágazathoz tartozik. Az ágazati ismereteket nyújtó 9. évfolyamot követően a diákjaink a kereskedelmi értékesítő szakma szakirányú oktatásában vehetnek részt, ez következik ezután. Majd fontos kiemelni azt is, hogy a 10. és a 11. évfolyamokban duális képzés formájában a diákjaink vállalatoknál, vállalkozásoknál teljesíthetik a szakmai gyakorlatukat és szerezhetnek szakmai ismereteket. A diákok mindkét képzési formában havi rendszerességgel kapnak ösztöndíjat. Egészen addig jár nekik ez a támogatás, amíg nem duális képzés keretében szakképzési szerződést megkötve folytatják a tanulmányaikat. Az ösztöndíj összege különbözik a technikumban, illetve a szakképzőiskolában. A technikumba járók ágazati alapoktatása idején a minimálbérnek az 5%-át jelenti ez az ösztöndíj, míg a szakképzőiskolában járók ágazati alapoktatása idején 10%. Továbbá az első szakma megszerzése után a tanulók egyszeri pályakezdési támogatásban részesülnek, ami a záróvizsga eredményétől függően akár a 300.000 forintot is elérheti. Azok a diákok, akik a Bezerédit választják, egy remek közösség részévé válnak. Az oktatóink a széleskörű ismeretek átadása mellett sokat tesznek azért, hogy a diákjaink be tudjanak illeszkedni az intézményünkbe, a képességeiket ki tudják bontakoztatni, illetve azért is, hogy jól érezzék magukat itt az intézmény falain belül. Ezeket a szolgálja lényegében a számos szabadidős programunk, illetve a számos hagyományőrző rendezvényünk, mint például a Bezerédi Nap. Az intézményünkben szintén nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a képességeket fejlesszük és a tehetséget gondozzuk. Az ismeretek elmélyítésére és megmérettetésére nagyon jó lehetőséget szolgálnak a különböző szakmai és közismereti versenyek,
amelyeken diákjaink rendszerint nagyon szép eredményekkel öregbítik intézményünk hírnevét. A diákjaink komfortérzetének javításához nagy mértékben hozzájárult az, hogy az utóbbi években az intézményünkben jelentős fejlesztések zajlottak. Ilyen fejlesztések valósultak meg például azáltal, hogy megújultak a vizes blokkok az intézményünkben, okos tantermet alakítottunk ki, fejlesztettük a wifi rendszerünket, és korszerű tanműhelyeket is alakítottunk ki, de igazából a sort még bőven lehetne folytatni. A Tolna megyei szakképzési centrum Bezerédi István Technikum képzési kínálatát részletesebben a december 3-ai nyílt napon ismerhetik meg az érdeklődők.